Augusztus 9. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Minden engedelmeskedni kész ember számára ott ragyog a múlt és a jelen jövőbe is kiható világossága, amint azt Isten igéje kinyilatkoztatta. Ennek a világosságnak és dicsőségnek, ami magának Krisztus jellemének dicsősége, kell megnyilvánulnia a keresztény egyénekben, családokban, gyülekezetekben, ige szolgálatokban és az Isten népe által alapított intézmények mindegyikében. Az Úr mindezeket annak jelképéül szánja, hogy mit lehet elvégezni a világért. Ezeknek az eszközöknek az evangéliumi igazság megmentő hatalmát kell kifejezniük. Amikor a világ meglátja Isten jóságát, irgalmát, igazságát és a gyülekezetben kinyilvánított szeretetét, Isten jellemét látja meg. Isten jellemének bemutatása érdekében nekünk, magunknak is személyesen kell ismernünk őt. Ha közösségünk van Istennel, akkor papjai vagyunk, még akkor is, ha soha nem mondunk prédikációt a gyülekezetek előtt. Isten munkatársai vagyunk abban, hogy emberi természetünkön keresztül bemutassuk jellemének tökéletességét a világnak. Isten emberi eszközeire bízta annak munkáját, hogy bemutassák a világnak Isten jellemét és finom, gyöngéd, irgalmas szeretetének bemutatása által bizonyságot tegyenek kegyelméről, bölcsességéről, jóságáról. Az a feladatunk, hogy az Istentől Jézus Krisztusban kapott bővelkedő kegyelem által helyreállítsuk az emberekben Isten erkölcsi képmását. Igen jól meg kell ismernünk Jézust és mennyei atyánkat ahhoz, hogy jellemünkön keresztül bemutathassuk őt. A Krisztus kegyelme által megújított szív csodálni fogja az ő isteni jellemét. Minél kevesebbet képzelünk magunkról, annál többre fogjuk becsülni a megváltó tisztaságát és dicsőségét. Bűnös voltunk felismerése ellenállhatatlanul ahhoz hajt bennünket, akinél bocsánatot nyerhetünk. És ha szívünk tehetetlenségében hozzávágyakozik, ő hatalmasan megnyilatkozik. Minél inkább vezet bűnösségünk tudata hozzá és Isten igéjéhez, annál magasztosabbnak látjuk jellemét, és annál tökéletesebben tükrözzük vissza az ő képét.